Tehát, hölgyeim és uraim, tehát újságírók, annak a függvényében én azt ígértem, hogy körbe fogom járni az elkezdő időszakban az önkormányzat összes közvállalatát. Ma a szabadkai gázhidegben vagyunk. A szabadkai gázhidegi közvállalat egy relatív fiatal közvállalat, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy annál eredményesebb közvállalat. Ez a közvállalat egy ritka példája annak, hogy a közvállalat szervezési formában is egy vállalat működhet eredményesen, hatékonyan, és hogy igazából példát mutathat más vállalatoknak is arra vonatkozóan, hogy milyen módon és hogyan kell hozzáállni a kötelezettségekhez, a munkához és a felelősséghez. Látták önök is ezt az épületet, a versenyét, látták ezt az épületet, ahol minden rendben van, minden szép, tiszta, rendben van tartva, és látszik, hogy egy fegyelem uralkodik, látszik, hogy egy igazi munka folyik ezen a közvállalaton belül. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a közvállalat azok a ritka közvállalatok közé tartozik, amely nem a költségvetésből meríti a nézeszközét arra vonatkozóan, hogy működjön és fennmaradjon. Egyetlen egy dinár költségvetési pénzt nem használ fel, saját erejéből is, saját munkájából él meg a piacon. Azzal kapcsolatban pedig el kell mondjam, hogy őreztem az első szabadkai közvállalat, amely eleget fog tenni annak a felkérésnek, amelyet megtettem pár hónappal ezelőtt. Úgy azt szeretném, hogyha a szabadkai közvállalatok a város költségvetésébe befizessék azt a reális jövedelmet, amelyet megvalósítanak, és nem pedig elsimítik az árszámadásokat és a pénzügyi jelentéseket, és igazából a város költségvetésére minimális pénzeket fizetnek be, vagy egyes közvállalatok olyan helyzetben vannak, hogy komoly költségvetési pénzekkel kell segíteni őket, hogy egyáltalán fennmaradjanak. Habár jogszervezéssel, jogmunkával, jogodafigyeléssel fordított kellene legyen a helyzet. Az igazgató már az előbb elmondta, hogy a szabadkai gázmegyek az idén a város költségvetésében majdnem 20 millió dinárt fog befizetni a kötelezettsége folyamán az 50%-a a nyereségének, és ez azt gondolom, hogy az első ilyen eset lesz, és remélem, hogy motiválni fogja a többi közvállalatot és a többi közvállalat vezetőt is. A közvállalat az idén egy fontos beruházást fog megvalósítani, tehát több olyan beruházást, amely valójában az oktatás intézményéhez kötődik. Azt kell, hogy mondjam, hogy több mint 11 millió dinár értékben fogjuk megváltoztatni a fűtési módját 9 objektumban, 9 iskola objektumban a város területén, ahol még mindig mazuttal volt a fűtés, tehát mazut fűtésről át fognak menni az iskola gázfűtésre, és ezáltal már ebben a következő fűtési szezonban körülbelül a számításunk szerint különben körülbelül 9 millió dinár lesz megtakarítva a fűtési költséget illetve. Azt gondolom, hogy ezt a folyamatot folytatni fogjuk az elkövetkező időszakban is, mert pár nappal ezelőtt kapta meg a jelentés, ami arról szól, hogy például a technikai iskolában, az Ivánszályi Technikai Iskolában, ha nem a hőtelep szolgáltatásait venne igénybe az iskola és a város, hanem például a gázmegyeknek a szolgáltatásait, akkor éves szinten 5 millió dinárral kevesebbek lennének, vagy kisebbek lennének a fűtés számlák, mint egy most van. Én azt gondolom, hogy ennek a közvállalatnak van komoly jövője, és mindenféleképpen azt gondolom, ennek a városnak az egyik aranytartaléka ez a közvállalat. Mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy továbbra is eredményesen is jól működjön, és valójában példát mutasson a többi közvállalatnak is, hogy hogyan kell működni. Én remélem, hogy a továbbiakban is az együttműködés az önkormányzat és a közvállalat között ilyen jó lesz, mint egy most van, és mindenféleképpen az lesz az érdekünkben, hogy a gázművek azok jó minőségű energiát és normális átfogadható áram biztosítsák a polgáraknak. Én tiszta vagyok azzal is, hogy a polgárok részéről van egyfajta komoly elégedetlenség arra vonatkozóan, hogy milyenek a gázárak. Miután érdeklődtem a közvállalatnak az illetők, és azt mondták, hogy a szabadkai gázárak egy középszinten vannak szervi szinten, se nem a legdrágább, se nem a legolcsóbb gázárak vannak, pedig középszinten vagyunk, úgyhogy talán még egy is átfogadható. Attól függetlenül elég komoly
kintelősége is vannak a közvállalatok, azt gondolom, itt is majd dolgozni kell azon, hogy elsősorban a gazdasági szubjektumunkat erősítsük meg, másodszorban pedig azt gondolom, az volt a közvállalatai közintézményei, a gázfelsz használók, azok rendszeresebben, illetve azt mondom, hatékonyabban rendezik a saját számláikat, mert vannak azért elmondások, csak gázfelek irányban.